Sziasztok és üdvözlök mindenkit, egy újabb videóval jelentkezek, és ebben a videóban most a 2019-es kedvencek temetője remake-et fogom bemutatni és beszélni róla. Akit érdekel, az tartson velem. Még mielőtt rátérnék a film bemutatására, először megmutatom nektek ezt a szép steelbookot. Na hát így néz ki maga a steelbook eleje még a papírtokban. Szerepel a magyar címe, angol címe, korhatárbesorolás és ugye a Stephen King regénye alapján. Nézzük is a hátulját. Van pár kép, történetleírás, extra, van rajta alternatív befejezés, kimaradt jelenetek, egy éjszakai rettegés, több mint másfél órányi extra, ami elég jó, bár még nem néztem meg, de majd kíváncsi leszek az extrákra, majd azokat is meg fogom nézni, akkor itt a stáblista, hang magyar 5.1 és angol Dolby Atmos van rajta, magyar felirat, 101 perces a film, és ugye 2019-es a film és a kiadás, és ez még egy bonton filmes kiadás, így néz ki teljes egészében. Hát azért a bonton film azért hozott szép kiadásokat, így néz ki már a tok nélkül maga a steelbook, szerintem nagyon szép, nekem nagyon tetszik. A film elején látható ilyen szertartásszerű kép látható, és ugye a család macskája valószínűleg már a temetőből visszatért állapotában. Így néz ki a gerince, amit egyébként ugye több macska alakította a filmben, de végül csak kettő macska került bele, és akkor ilyen a hátulja, ez is nagyon szép, a keresztek, és akkor mindjárt kinyitok, így néz ki teljes egészében. És belülről pedig ilyen maga a lemez látható. És akkor ha ezt kivesszük, akkor egy nagyon szép belső kép. Úgyhogy szerintem nagyon szép lett ez a steelbook kiadás. Nem bántam meg, hogy ezt vásároltam meg végül. És akkor most rá is térnék a véleményemre és a film bemutatására. Most hát alapjában véve én ezt a kiadványt, amikor megjelent, én ezt nem vásároltam meg, vagyis nem akkor vásároltam meg, és nem is akartam megvásárolni. Ugyanis, ugye ez egy 2019-es film, nekem az eredeti kedvencek temetője a kedvenc horrorfilmem, és amikor ez 19-ben ugye megjelent, meg ugye bejelentették, hogy jön új kedvencek temetője film, akkor én így hirtelen felindulásból nagyon örültem neki, mert hát ugye tényleg, mint említettem, az eredeti az a kedvencem, és örültem, hogy remake-et készítenek belőle, de itt aztán már jött is utána a következő gondolatom, hogy hát mostanában a remake-ek milyen gyenge minőségűek szoktak lenni, és hogy azért a kedvenc filmemből remake-et készíteni, tehát
biztosan nagyon magas elvárásaim lesznek vele kapcsolatban, de ettől függetlenül nagyon vártam, és meg is néztem moziban. Persze azért úgy ültem be rá, hogy szinte biztos voltam benne, hogy nem fogok olyan minőségű filmet kapni, mint a 89-es, de ettől függetlenül nagyon kíváncsi voltam rá, és meg is néztem moziban, és nekem emlékeim szerint, amiért nem is vásároltam meg a Steelbook kiadványt egyből, nekem akkor nem tetszett a film, vagy ilyen közepes volt, de aztán néhány hónappal ezelőtt volt egy akció, és akkor egész jó áron hozzá lehetett jutni ehhez a kiadványhoz, meg a műanyag tokoshoz is először azt akartam megvenni, de végül is ez a Steelbook is jó áron volt, és ez nagyon jól néz ki, úgyhogy inkább ezt vettem meg. Azért is, mert már úgy kedvem volt újra nézni a filmet, úgy éreztem, hogy már ugye régen láttam, lehet, hogy most más véleménnyel lennék róla. Úgyhogy megvettem, de csak most sikerült megnéznem, ugye jó pár hónapja vettem már meg. Na de először nézzük is stáblistát. Ugye a filmet Kevin Kölsch és Dennis Widmeyer rendezte. Hát ők inkább ilyen filmekben voltak társ rendezők. Annyira nem ismerem a két rendező urat, de például láttam, hogy a Sikolyból készült sorozatban is rendeztek pár részt. Továbbá a film zeneszerzője Christopher Young, aki már mondhatni egy igen gyakorlott filmzeneszerző, mert például a Légynek a második részének szerezte ő a zenéjét, meg a például egy horrorfilmet mondjak, az Átok című filmnek, ami már az amerikai remake volt, ha jól tudom. Utána szereplők közül akkor nézzük a Louis Creed-et alakító színész Jason Clark volt, aki szerintem jó választás volt erre a szerepre. Ugye őt már láthattuk az egyik másik nagy kedvenc filmemben, a 2013-as Nagy Gatsbyben szerepelt még ő, de benne van a Terminátornak az egyik részében is, ő játssza a John Connor, vagy például a Szellemek háza című horrorfilmben is szerepel. Utána Rachel Creed-et alakító színésznő Amy Sheimetz volt. Nem tudom, hogy jól ejtem-e ki, valószínűleg nem. Hát őróla se túl sokat tudok, szerepelt pár filmben, de egyiket sem ismerem. Utána a Judd Crandallt alakító színész az John Lithgow volt, aki szerintem egy nagyon szimpatikus színész, én kedveltem ebben a filmben is. Több régebbi filmben szerepelt, ugye már ő egy idősebb színész, például szerepelt a Stallone Cliffhanger függőjátszma című filmjében, vagy például a Csillagok közöttben szerepelt még, vagy a Shrek című filmben adta Lord Farquaad nagyúrnak a hangját. Az Ellie Creed-et játszó kislány színész is szerintem teljesen rendben volt. A Gage-et alakító ikerpár pedig, ugye őt egy ikerpár alakított ebben a filmben. Ő kicsit itt úgy érezte, hogy háttérbe szorult, de ő is teljesen rendben volt. Hát ugye gondolom azért ő gyerekszínésszel kicsit macerásabb, meg nehezebb forgatni, meg ugye más szabályok vonatkoznak a gyerekszínészekre. Nem lehet annyit forgatni velük, mint egy felnőtt színésszel. Szóval gondolom itt ilyesmi indokok lehettek. A film történetét, hát röviden ismertetem, de szinte ugye ugyanaz, mint az eredeti 89-es. Kisebb-nagyobb változtatások vannak benne az eredetihez képest is, meg a regényhez képest is, de egyik változtatást sem tartottam rossznak. Van, amelyik kifejezetten tetszett, van, amelyik semleges volt, de úgy összességében tényleg nem volt probléma a változtatásokkal. Volt benne viszont egy nagyobb változtatás, amit
Hát, hogy mondjak el úgy, hogy ne legyen spoileres, ami úgy nagyjából a film felénél történik, fordulat, drámai fordulat, ugye az eléggé máshogy van, mint az eredeti, ugye a Kingnek a könyvében, vagy a 89-es változatban, de nekem igazából ez se volt probléma, mert így is nekem jól működött a film. Szóval röviden a történet, a Creed család vásárol egy házat, egy nagy telekkel, erdővel, mindennel együtt, egy forgalmas kamionoktól forgalmas autóút szélén, de viszont nem tudják, hogy a telkükhöz tartozik egy kis állattemető, és akkor ezt felfedezi a család kislánya, Ellie Creed, és a család szomszédja, Judd Crandall mutatja be a családnak úgymond ezt a helyet, hogy de az elhunyt kis állatokat temették, ő is oda temette a Spot kutyáját. Ám egy napon tragédia történik, és sajnos a család macskája elpusztul, és el is akarja temetni az apa a kedvencek temetőjébe, de ekkor javasolja neki a szomszéd, hogy inkább egy másik helyre temessék. Az apa nem érti nagyon, hogy miért, de igazából nem is nagyon érdekli. Neki már úgy is mindegy, eltemetik oda, ahova az öreg mondja, és hát ugye másnap a macska visszatér. És akkor itt tovább nem is nagyon mennék az ismertetésbe, és akkor közben meg is mutatnám ennek a filmnek a menüjét is, mert elég jó menüje van ennek is. Rá is térnék akkor a véleményemre a filmről. Hát ugye, mint említettem, emlékeim szerint nekem ez a film nem annyira tetszett, vagy ilyen közepes volt, még amikor a moziban először megnéztem, ám ugye most megnéztem másodjára is erről a kiadványról, és most már kicsit más a véleményem a filmről. Nézzük először a filmnek az első felét, ahol megérkezik a család, beköltöznek. Szerintem ott az teljesen rendben van az a rész. Ugye egy boldog családot mutat be a film, és akkor utána, amikor beköltöznek, itt megvannak ugyanazok a dolgok, amiért én szeretem ezt a történetet. Nagyon jól körbejárja a halál témáját a film, bemutatja, beszélnek róla, ugye, hogy az Ellie Creednek a kislányuknak beszél erről a témáról, beszélnek erről a témáról a szülei, az anya nem nagyon akar még ebbe belemenni, mert még túl fiatalnak gondolja a lányát, ám az apa úgy gondolja, hogy már elég idős ahhoz, hogy erről beszélnek a kislánnyal, és itt szerintem tényleg jól körbejárja ezt a témát, nekem nagyon rendben volt. Majd ugye megtörténik a fordulópont a filmben, ami egy nagyon erős drámai fordulópont, és szerintem itt is nagyon jól működik a film, tényleg nagyon át lehet érezni a drámát, a család fájdalmát. Nagyon tetszett ideig a film, ám viszont körülbelül itt a film felénél, háromnegyedénél, vagy így valahogy, amikor ugye megtörténik ez a fordulat, ott a drámai szint az inkább lecsökken, és inkább a horror kerül előtérbe, és igazából ezzel sincs probléma, nekem tetszett, de viszont itt elveszíti azt a hatását a film, azt az üzenetét egy kicsit, amiért én ezt a történetet szeretem, de még egyszer kiemelem, hogy nem probléma, mert a horror rész is nagyon jól működik itt a film második felében, de úgy éreztem, hogy egy kicsit más irányt vett itt a film. És ugye spoiler nélkül, de a film lezárása is különbözik az eredeti lezárástól, ám nekem ezzel sem volt problémám, sőt, kifejezetten tetszett, mert nem mutatják meg, hogy mi történik pontosan a végén, hanem
tényleg fokozzák az izgalmat, fokozzák, és utána végül nem mutatják meg, és ez nekem szoktak tetszeni az ilyen lezárások, amikor így ilyen kérdőjelet hagynak a nézőben. Úgyhogy igazából nekem az is tetszett a lezárása, meg úgy a film első fele, úgy mondom, a második is rendben volt, csak ott már átment inkább horrorba, ám a drámai vonal nem volt olyan erős. Úgyhogy összességében nekem tetszett a film, pozitív csalódás volt így másodjára nézve, mert rosszabbra emlékeztem, és az eredetihez képest is szerintem egy méltó remake lett, nyilván nem közelíti meg azt a szintet, de mindenképpen a jobban sikerült remékek közé sorolnám. Úgyhogy tudom ajánlani ezt a filmet megtekintésre mindenkinek. És én pedig köszönöm, hogy végignéztétek a videót, remélem, hogy tetszett nektek. Legközelebbi videóban találkozunk, addig is sziasztok!